Áldás békesség, kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit ma is. Mielőtt az igére térnénk, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható, drága édesatyánk, köszönjük a te jóságodat, kegyelmedet. Köszönjük, Urunk, hogy rád hagyatkozhatunk, hogy benned bízhatunk, hogy téged követhetünk, Urunk. Köszönjük megtartó kegyelmedet, oltalmadat. Köszönjük, hogy megőriztél bennünket az elmúlt héten, hogy velünk voltál minden mélységünkben és minden magasságunkban is. Szeretnénk ma alázat a szívvel megkérni téged, hogy jöjj közel hozzánk, és add azt az ajándékodat, hogy a te ígéd által szólsz ma hozzánk. Kérünk, Urunk, hogy szólj a te halk és szelíd hangodon, és ugyanakkor szólj szent lelked erejével. Amen. Drága testvérek, az igét János evangéliumából, az 5. rész 25. verséből olvasom, az Úr Jézus szavai ezek. Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Drága testvérek, nagyon különös kifejezés ez, amikor azt mondja Jézus, hogy a halottak hallják az ő hangját. Idegen tőlünk ez a gondolatmenet, hogy a halottak hallanak valamit, és a halálból lehet életre jutni. Ugye nálunk ez fordítva van, vagy az emberiség gondolataiban, az emberek gondolkodásában ez fordítva van, az életből jutunk a halálba. Jézus valami mást mond. Jézus azt mondja, hogy a halál állapotából életre lehet jutni. És itt is erről beszél, azt mondja, hogy a halottak hallják az Isten fiának a hangját. Mit jelent ez? A Biblia tanításában ez azt jelenti, hogy lehet úgy élni, lehet úgy biológiai szempontból élni az életünket, hogy dobog a szívünk, hogy élünk, de lelki értelemben Isten szempontjából, az Istennel való közösség szempontjából a halál, a lelki halál állapotában vagyunk. Többször beszél erről Jézus, talán a legismertebb ige a jelenések könyvéből, amikor azt mondja egy gyülekezetnek, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Halottnak lenni lelki értelemben azt jelenti, amikor az ember Isten nélkül éli az életét. Istennel való élő kapcsolat nélkül. Az ember, a teremtmény ugyanis, csak a teremtőjével való kapcsolatnál tud igazán élni. Amikor elszakadunk, amikor a teremtő nélkül élünk, akkor a lelki halál állapotában vagyunk. A Biblia tanítása szerint az igazi élet nem ez a földi élet, hanem az igazi élet az örök élet. Az igazi élet, a nagybetűs élet még előttünk van, még következni fog a mi szempontunkból. Az az élet, hiszen az egy tökéletes élet, Istennel való közösségben, mentesen a bűntől és minden nyomorúságtól, ami ezt a földi életet megkeseríti, és az az élet örökké tart, örök élet. Az az igazi élet, nem ez a földi élet. Itt is szeretünk lenni, szeretünk élni, ragaszkodunk sokszor az életünkhöz, és itt is sok szép dolog is történik velünk, a keserűségek, a nehézségek mellett, sok szép, sok örömteli dolog. Ez is Isten szeretetét mutatja, hogy még ezt a előszobát, ezt a földi életet is ilyen
sok szépséggel tölti meg az életünkben, de ez csupán egy előszoba. Készülünk a nagybetűs életre. Azonban azzal az Istennel, aki elkészítette ezt az örök életet, a nagybetűs életet, azzal az Istennel kapcsolatban kell lennünk. Tehát nem lehet úgy, hogy nélküle élem az életemet. Hit nélkül, élő kapcsolat nélkül Istennel. Nem figyelek rá, nem követem őt. De abban reménykedem, hogy ennek ellenére majd ő befogad engem a nagybetűs életbe. Ez egy hamis gondolat. Vele kapcsolatban kell lennünk ahhoz, hogy az örök életre jussunk. És azért, hogy ez a kapcsolat lehetővé váljon, ezért jött el Jézus. És ezért mondja, hogy aki azok a halottak, Isten nélkül élők, akik hallják az ő hangját, az ő beszédét, azoknak ezáltal egy lehetőség nyílik arra, hogy életre jussanak. A halál állapotában lenni, itt ebben a földi életben, valami olyasmit jelent, mint amikor levágunk egy virágot. Tulajdonképpen egy rövid ideig úgy tűnik, hogy az a virág él. Külsejében, szépségében, tündöklésében egy darabig nem változik. De mivel nincs már kapcsolatban a gyökerével, a vízzel, az életet adó forrással, ezért csak idő kérdése, hogy elpusztul. Ilyen a mi életünk is. Ha nem vagyunk kapcsolatban az élő Istennel, idő kérdése, hogy elpusztuljunk. De ha kapcsolatban vagyunk vele, akkor az örök élet, az igazi élet várományosai vagyunk. Vagy egy másik példával élve, olyan ez, mint amikor van telefonunk, ugye ez egy aktuális téma, most minden a telefonról szól, meg a tabletről, meg az internetről, hát el vagyunk zárva a külvilágtól, de ha van telefonunk, vagy bármilyen készülékünk, de nem tudjuk azt forráshoz, áramforráshoz csatlakoztatni, akkor látjuk a monitoron, hogy egyre kevesebb a töltöttség, és előbb vagy utóbb ez a készülék kikapcsol, és hiába van, nem tudjuk semmire használni, mert nem tudjuk tölteni, nem tudjuk áramforráshoz kapcsolni. Isten nélkül így éljük az életünket. Egy darabig tudunk tündökölni, élni, nevetni, örülni az életnek, de ha nincs csatlakozásunk a Teremtőhöz, a forráshoz, az élethez, akkor csak idő kérdése, hogy mikor merülünk le, mikor ér véget az életünk, és mikor jön el az a pillanat, hogy mindennek vége. De van lehetőségünk a forráshoz csatlakozni, és az életet elnyerni. A megoldás Jézus. Jézus Krisztus azért jött, hogy ő ezt a kapcsolatot létrehozza. Isten és ember között. Ő a híd. Ő az áldozat. Ő a helyettes áldozat. Ő a közbenjáró, aki összeköt bennünket Istennel. Hogyan? Erről beszél itt Jézus. Először is azt mondja, hogy a halottak hallják az Isten fiának a hangját. Tehát hallgatni, hallani az ő hangját. Meghallani azt, hogy Jézus mit mond nekünk. De mit mond nekünk Jézus? Hát az ő élete, az ő földre való eljövetele, az ő itt léte, ahogyan ő élt, ahogyan ő beszélt velünk emberekkel, ahogyan ő viselkedett, ahogyan ő tanított, ahogyan ő segített bennünket. És amit tett a Golgotai kereszten, minden arról beszél, hogy az ő elsődleges üzenete, szava hozzánk az, hogy szeret bennünket. Mindent az érdekünkben tett, mindent azért, hogy megmentsen bennünket, azért keresett, azért jött, azért szólított meg, azért hívott el, és azért ment a keresztre, hogy bennünket megmentsen. Végtelenül szeret. Az ő első szava az, hogy szeret bennünket.
és hív bennünket ebbe a szeretetbe, ebbe a szeretet kapcsolatba hív bennünket. Azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és ő meg akar bennünket nyugtatni, ő segíteni akar nekünk, ő egyenesbe akarja hozni az életünket, ő békességgel akar megajándékozni, bűneink bocsánatával, és örök élettel. Ő azt mondja, azért jött, hogy megkeressen, megtaláljon, és megmentsen, megváltson bennünket. Tehát hallgatni őt, hallgatni, hogy ő mit mond az életével, a szavaival, mit üzen nekünk, hogyan hívogat bennünket. Aztán a második üzenete ennek az igének, amikor így folytatódnak az Úr Jézus szavai, azt mondja, hogy bizony-bizony mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Tehát azt mondja Jézus, hogy nem elég hallgatni, hanem meg kell hallani az ő hangját, az ő szavát. Nem elég hallgatni. Ugye szülőként, vagy akár gyermekként, ha visszaemlékezünk a gyermekkorunkra, akkor eszünkbe juthat az, amikor azt mondják a szüleink, azt mondták nekünk a szüleink, vagy mi azt mondjuk a gyermekeinknek, hogy amikor már valamit ezerszer elmondtunk, és mégsem látjuk a foganatját, akkor azt szoktuk mondani, hogy hallott-e egyáltalán, amit mondok? Pedig már 10-szer, 100-szor, több 100-szor elmondtuk, vagyis hallgatták, de nem hallották meg. Mert nem láttuk a reakciót, nem láttuk azt, hogy tették volna, vagy tettük volna mi, amikor gyermekek voltunk. Vagyis nem elég hallani, hanem meg kell hallani, meg kell érteni. Nagyon sokszor mi is, nem csak a gyermekek, hanem nagyon sokszor mi felnőttek is tudunk ilyenek lenni. Amikor hallgatjuk az igét, amikor hallgatjuk a prédikációt, csak éppen semmi fogonatja nincs az életünkben. Mert nem halljuk meg. Hallgatjuk, de nem halljuk meg. Milyen sokszor elmondjuk, hogy milyen szép egy igehirdetés, milyen jó egy prédikáció, főleg most, amikor csemegézni lehet az interneten, és egy nap meg lehet hallgatni 5-10-20 prédikációt, és össze lehet hasonlítani egyiket a másikkal. Ez milyen jól beszél, az milyen jó. De nem ez a kérdés, hanem hogy van-e foganatja az életünkben. Hallgatjuk, de meghalljuk-e azt, amit Isten mond nekünk? Amikor meghallom, akkor elgondolkodok rajta. Megértek valamit. Elfogadom. Amikor meghallom, hogy Jézus mit mond, hogy Jézus kicsoda, hogy Jézus valóban Isten fia, hogy Jézus valóban értem is jött, és értem is ment a Golgotára, amikor ezt meghallom életemben először, megértem, elfogadom, ez a csoda. Ez a csoda egy ember életében. Akik meghallották, élni fognak. Nem azok fognak élni, akik hallgatják, akik 118-szor voltak már Isten tisztelten, és ott vannak, és minden rendben van, úgy tűnik az életükben. Persze ez jó, persze ez fontos. De akik meghallják, hogy azt mondja Jézus, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. Akik meghallják, hogy azt mondja Jézus, hogy aki megnyitja az ajtót, ahhoz megy be. Akik meghallják, hogy azt mondja Jézus, hogy aki hisz én bennem, annak örök élete van. Drága testvérek, el kell gondolkodnunk azon, hogy meghallottuk-e már, meghallottad-e már azt, hogy Jézus hív. Meghallottad már, elfogadtad már az ő hívását, megértetted már, hogy kicsoda ő, és tudsz felelni arra a kérdésre most, hogy kicsoda számodra Jézus. Kicsoda számodra Jézus. Halott vagy élő? Halott vagy-e még, vagy már élő, vagy már élsz?
egy idős lelkipásztor evangelizálni volt egy gyülekezetben, és amikor egyik gyülekezetből vitték a másikba, beszállt az autóba, ránézett a sofőrre, és azt mondta neki, magának már van örök élete? A sofőr zavarba jött, és elkezdett magyarázkodni, hát, hogy nem lehet azt tudni egészen, talán van, majd egyszer kiderül, és akkor azt mondta erre az idős lelkipásztor, hogy hát engem egy halott ember fog vinni ezzel az autóval. Az ige arról beszél, hogy aki meghallja Jézus szavát, aki megérti, hogy kicsoda Jézus, aki kitárja a szívét, az életét ő előtte, annak örök élete van már most, itt ebben a földi életben. Van-e neked örök életed? Halott vagy, vagy élő? És azzal szeretném befejezni, amivel kezdi Jézus ezt a mondatot, bizony-bizony mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van. Most. Mikor kell meghallgatni, mikor kell meghallani Jézust, mikor kell engedni, alá rendelni magunkat Jézus szavának, Jézus hívásának. Mi emberek nagyon szeretünk hallogatni. Majd. Majd valamikor, most nem érek rá, most sok dolgom van. Van is egy ilyen képsor, hogy valaki először azt mondja a gyermek, én még túl kicsi vagyok ahhoz, hogy Jézust kövessem. Aztán azt mondja, én még túl fiatal vagyok ahhoz, hogy Jézust kövessem. Nekem még túl sok dolgom van ahhoz, hogy Jézust kövessem. Én még túl boldog vagyok, épp házasodtam, épp szerelmes vagyok ahhoz, hogy én Jézussal foglalkozzam. Aztán én még túl elfoglalt vagyok. Életem erejében vagyok ahhoz, hogy Jézussal foglalkozzam, hogy Jézust kövessem. És aztán jön az a pillanat, amikor meghalunk. És akkor már túl késő, hogy Jézust kövessük. Mikor? Azt mondja Jézus, bizony-bizony mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van. Most, amikor szól az Úr, most, amikor szól az ige, térj meg, indulj el felé, tárd ki az életedet, nem holnap, nem majd valamikor, hanem most. Most van rá lehetőséged, mert most szól az Úr. A Zsoltárok könyvében olvassuk, és az Új Szövetségben is azt az igét, ami így hangzik, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Ma, ha az ő szavát, az ő megmentő, szeretetből fakadó, életre hívó szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Füle Lajos egyik versének soraival szeretnék áment mondani, ami így hangzik, siessetek, hamar lejár. Kegyelme már régóta vár. Ma még lehet. Ma még szabad. Borulj le a kereszt alatt. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy a te türelmed hosszú, hosszú tűrő vagy, Urunk, velünk. Annyiszor kerestél már bennünket, annyiszor szólítottál már bennünket igéből, ige hirdetésből, beszélgetésekből, vagy éppen közvetlenül a te drága szent lelked által valahogyan, valami módon megérintettél, megszólítottál bennünket, és mi még mégis váratunk, várakoztatunk téged. Köszönjük, Urunk, hogy olyan türelmesen keresel bennünket. És igen, olvassuk, Urunk, az igében, hogy te hosszú tűrő vagy, de ez nem jelenti azt, hogy a te türelmed végtelen. Hiszen a kegyelem ideje, amikor elfogadhatunk téged, amikor meghallhatjuk a te hívó szavadat, az véges, hiszen addig lehetséges, csak amíg dobog a szívünk. És ki tudja, meddig dobog. Könyörülj rajtunk, Urunk,
hogy ne keményítsük meg tovább a szívünket. Adjuk fel az ellenállást, és engedjük, hogy a te szereteted legyőzzön bennünket. Köszönjük, Urunk. Amen.